Sziasztok, Robin vagyok, és most bemutatom nektek a PlayStation 1 játékaimat. Most ebből egy rész lesz, mert csak 4 eredetim van, mert inkább PlayStation 2 volt, és ahogy látjátok, Die Hard Trilogy. Ez a Bruce Willis-es, és ahogy látjátok, így néz ki a játék, és akkor nézzünk is bele. Ugye ez ilyen üvegtok, ami könnyen törik, úgyhogy vigyázni kellett ezekre a CD-kre. És akkor megmutatom, hogy egy ilyen jó vaskos könyv volt így a játékhoz. És jó sok nyelven íródott. Ahogy látjátok. Ez már ugye látjátok, hogy ez már nem angol, de azért mondom, hogy több nyelven íródott. Hát a irányítást, meg minden egyebet, segédeszközöket itt bemutatják, hogy miket lehet. És akkor, igen, így. Na, akkor jön a következő játék. Az ez volna. Ilyen játék műanyag katonákkal. Jó pofa volt, nem sokat játszottam vele, de azért így tetszett maga ugye a játék, így néz ki. CD. Na, ezer éve nem játszottam vele. És itt van maga a füzet. Mikkel lehet lőni, lehet gránátozni. Király. És ez azért nem vaskos, de ez is ugyebár több nyelven íródott. És ilyen járművekkel lehetett közlekedni, vagy lehet közlekedni, mert ugye ez még mindig játszható ez a játék. Na és akkor jön a harmadik. Az ő lenne. Jó kis hódeszkás. Big Air nevezetű játék. Ennek valahol elhagytam a használati utasítást, vagyis ugye de ahogy látjátok, ez egy kicsit meg van repedve. Így eddig. Úgyhogy ez egy kicsit nagy repedés. És az utolsó nem más, mint egy rally játék, méghozzá a V-Rally Championship Edition, ugye? És nézzétek meg, 97-es. Hát itt is van egy nagy repedés. Hát ugye ezek elég kényesek voltak, ezek a dobozok, ugye? Most úgy tartók, és ugye hát, igen. Ez ilyen. De viszont egy nagyon vaskos használati útmutató van, és a CD az így néz ki. És nézzünk is bele így. Ó, ott voltak autók. De ahogy látjátok, jó sok szöveg van irányításról, autókról, milyenek vannak, és tök jó. Ja. Megpróbálom szépen helyre rakni. Na, meg is van. És akkor ez lett volna így a 4 játék PlayStation 1-ből.
Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!